Gyakorlatilag az előző válaszba is érintettem ezt a kérdést is, mert amikor valaki lemondást végez, akkor megint, hogy elszakítja, elkülönül érzelmileg az anyagtól, és ekkor rendhitetlenre fog válni, de csak elszakítani a tudatot, ez lehet mondani, hát akkor ez egy elnyomás, mesterséges. Így van, mert lemondás nem abból kell álljon, hogy én lemondom, elkülönülök, és csak így összeszorított foggal próbálok túlélni. Ez nem, az sokáig nem fog menni, ez tényleg elnyomás, erőszak maga ellen. Hanem a lemondás az azt jelenti, hogy én mondjuk az anyagi tevékenységet lecserélem, kiváltom lelki tevékenységgel. Na ez az igazi lemondás, mert akkor én érzelmileg egészséges, elégedett és boldog leszek, hogyha van lelki gyakorlat. És így jön a lemondás az anyagtól. Ez a lényeg. És utána már ebből kifolyólódik minden más eredmény, hogy valaki rendhitetlen válik, vagy tudja, mit akar, és szabályzó életet fog élni, mert ebből jön az erő. A lemondásból, a helyes lemondásból jön az erő. Helytelen lemondásból kőszívű ember lesz, kegyetlen lesz. Szóval fontos tudni, mi a lemondás. Például énekelni Hare Krishna mantrát, ez egy lemondás. Eljönni mondjuk a központba, akár hozzánk, vagy bármilyen templomba, az lemondás. És az jó. Köszönjük szépen!